Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten. Dharma beszédünk kezdetén mondjuk el az Om Nám mantrát közösen 7-szer. Om Nám. 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 Köszönöm szépen. Több mint 2500 évvel ezelőtt Sákyamuni Buddha a keselyű sziklán ült, és 1200 tanítvány ült előtte, és a Buddha nem szólt. Olvashatod a szútrákban, akár Ánanda, akár más emlékezete által, hogy így hallottam, és jön a narratíva. Ebben az esetben nem volt narratíva, a Buddha nem szólt semmit. Amikor már pattanásig feszült a csönd, akkor a Buddha felemelt egy szál virágot. Senki sem értette ennek a jelentését, de Mahákás japa elmosolyodott. Ekkor a Buddha megszólalt. Rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a mindent megváltó nirvána kapujával, melyet most átadok Mahákás japának. Így lett Mahákás japa az első pátriárka. És itt rögtön meg is állunk egy kicsit. Mi történt? A csend arra alkalmas, hogyha tudod, hogy mit csinálsz, akkor visszatérsz a nem cselekvésbe. Visszatérsz ahhoz a tudathoz, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, amely az egyetlen igazán közös dolog bennünk. Minden más már különbözik. Más a lelkünk, más a testünk, más a karmánk, mások a szokásaink. De van valami, amely a közös csendben, a közös jelenlétben, a pillanattal való egyéválásban nyilvánvalóvá válik. Ezt szavakkal nem lehet leírni, tehát a Buddha nem szólalt meg, mert ahogy azt zen pátriárkák sora mondta később, ha kinyitod a szádat, hibázol. Tehát a lényeg tapasztalata az, amely a tudat eredeti, tiszta, térszerű, tükörszerű természetét kihozza. Ebben a tükörben látszik az igazság. És az igazságot megmutatta a Buddha annyira egyszerű, hogy itt és most mit látsz? Mit hallasz? Mit érzel? Mit teszel? Tehát ennek a pillanatnak a tudatossága lényünk teljességében ez az igazság. És utána jön a helyes működés. Hogyan cselekszem helyesen? Felismerem a helyzetet, a kapcsolatot, és teszem, amit meg kell tennem, ha valaki éhes, enni adok neki, ha valaki szomjas, inni adok neki. És Mahákás japa ezt meglátta, és eltöltötte az az öröm, amit csak úgy hívunk, hogy a dharma öröme. Nagyon sokféle öröm létezik. Érzékszervi öröm, érzékszerven túli öröm, az egyéválás öröme, a helyes megkülönböztető bölcsesség öröme, az együttérzés öröme, nagyon sokféle érzet, gondolat vagy cselekvés lehet örömteli. Mi történik ilyenkor?
A boldogság azt jelenti, hogy rendkívül magas energiaszinten vagy, és rendkívül keveset gondolkodsz. Hogyha nagyon sokat gondolkodsz, rengeteg energiát megy el, és előbb-utóbb az ember kifárad. Ha nem tudja leállítani a gondolkodását, vagy az ehhez kapcsolódó érzelmeit, akkor bizony depressziós is lehet. És akik boldogok, azok nem depressziósak, és akik depressziósak, azok sajnos nem boldogok. Tehát az egyik egy extrém alacsony energiaállapot, a másik egy nagyon magas energiaállapot. Az egyikben rengeteg az elmetartalom, a gondolat, az érzelem, néha a beszéd is, valaki nem tud leállni, és egész nap nyomja. A másik állapotban alig vagy egyáltalán nincs az elmének dualisztikus tartalma. Nincs gondolat, nincs érzelem, nincs beszéd, és nincs cselekedet sem. Erre azt is lehetne mondani, hogy furcsa, vagy nem szokványos. Néhányan azt, hogy nem eléggé emberi. Az igazság az véleményfüggetlen, ezt jegyezzük meg jól. Hát ez a virág nem mondja, hogy ő a növény határozó szerint jó önbecsüléssel rendelkezik, vagy a növény határozó szerint ő kisebbségi érzéssel küzd, hogy én nem vagyok olyan orchidea, mint a többi. Tehát a növényeknek és az állatoknak nem kell önismereti tanfolyamra járniuk, mert ösztönösen teszik a dolgukat, spontán, gondolkodás nélkül. Az ember egy érdekes lény, mert nem ismerjük igazán önmagunkat. Korábbi tanításokban hallhattátok, hogy az önkép és az önvaló közti távolság, ez a szenvedés mértéke. Minél jobban elhiszed a saját önképedet, és minél jobban elfelejted a saját önvalódat, annál boldogtalanabb vagy. Annál kevésbé tudsz örülni az életnek, vagy egy másik embernek, a családodnak, a társadalmadnak. Annak, hogy emberek vagyunk. Hol rontjuk el? Ezt hívjuk hamis azonosulásnak. Tehát azt hisszük, hogy valamivel azonosak vagyunk, holott mégsem. A hamis azonosulások téves nézetekhez vezetnek, helytelen fölfogáshoz, torzult világképhez és önképhez, és ebből származik a harag és a kapzsiság. Tehát, hogyha visszamész igazi önvalódhoz, és látod, hogy ez egy zembot, akkor az igazság mindig veled van, és sosem kendőződik el. Az elmére szükség van. De az a jó, hogyha az elme szolgál valami nagyobbat, mint önmaga. A tudható, a gondolkodó tudhat nagyon sok mindent, de jobb, ha azt szolgálja, ami nem önmaga, tehát nem tudható és nem elgondolható. Ez Európában a miszticizmus néven vált ismerté. És a miszticizmus jól hangozhat, az ezoterizmus még jobban, de igazából a mindennapi életben nem használhatók. Miért? Mert ki kell lépni a világba, és tenni kell a dolgunkat, fel kell venni az avatárunkat, a szerepeinket, és meghatározott cselekedeteket végrehajtani. Miért? Mert elvállaltuk őket. Elvállaltuk azt, hogy megjelenünk a társadalomban férfiként, nőként, férként, feleségként, apaként, anyaként, dolgozóként, főnökként, beosztottként, és ezeket a szerepeket jó, hogyha tisztán látjuk. Tehát a főnök, hogyha hazamegy, akkor jó, hogyha férj és apa lesz belőle, de néha a főnökségét nem tudja a munkahelyen hagyni. Már is probléma van. Tehát az egyik önkép, én vagyok a főnök, az összetéveszthető az illető számára az, hogy én vagyok az apád. Ismerős probléma, ugye? Anyukák ugyanezt. Én gondoskodok mindenkiről, tehát te azt csinálod, amit én mondok. Tehát nagyon gyorsan észrevehető, hogy az önkép és az önvaló távolsága az a szenvedés mértéke. Oly mértékben értjük félre magunkat és a másikat egyaránt. Tehát amikor Mahákási apa az igazságot meglátta, akkor csak is ebben a pillanatban volt. És amikor te helyesen cselekszel, akkor nem mozdulsz ki sem a múltba, sem a jövőbe. Nagyon tisztán és világosan látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz és gondolkodsz.
Számomra az a megdöbbentő, hogy ehhez egy világvallás kell, hogy ez nyilvánvalóvá váljék. De úgy tűnik, hogy kevesebbel nem ússzuk meg. Úgy tűnik, hogy oly mértékű az elmének a maga által keltett zavara, hogy némi meditáció nélkül ez nem megy. Magyarul vissza kell valahogy térnünk a gondolkodás elé. Ha ezt nem tesszük meg, maradunk abban a karmikus rétegben, ahol eddig. Az igazi kérdés tehát az, hogy mi történt 79 generáción keresztül. A Buddha után most a pátriárkák vonalában itt tartunk. Hát Mahakásyapa után lett Ánanda, aztán még sok más indiai pátriárka, és a 14. volt Nagarjuna. Nagarjuna azért érdekes, mert ő nélküle nem lenne középút. Mire Nagarjuna eljött, addigra a buddhizmus két nagy iskolája, a Hinayana és a Mahayana, tehát a kicsi jármű, vagy szebben Theravada, és a nagy jármű, a Mahayana már szétvált. Ez két külön módszert jelent, két külön szemléletmódot jelent, két külön országcsoportot jelent. Szemléletmódjában a Theravada a klasszikus buddhizmust és kicsit a hinduizmust megőrizve azt tanította, hogyha te szerzetes leszel és betartod a szabályokat, akkor ezt a magas energiaállapotot nem a boldogságra használod föl, hanem arra, hogy megszabadulj. Érdekes, hogy szabadság és boldogság mennyire összefügg. Tehát a megszabadulás az az, hogy nem születsz többet újra. Nem veszed föl ezt a testet, és nem lépsz be a születés, öregség, betegség és halál birodalmába, amely ez a föld. A Theravada viszont nem említi azt, hogy mit közösségként élünk. A Theravada egy eléggé remete műfaj, és nagyon sok jót ad és adott az emberiségnek, és én remélem, hogy adni is fog. Viszont a Mahayana az, amely a középutat tanítja a szenvedés és a megvilágosodás között. Miért? Azért, mert mi családban, társadalomban élünk. A szerzetesek is nagy családban élnek, a hagyomány konvenciója által. A Mahayanában, főleg a zenben csoportos gyakorlatokat tartunk, mint ahogy az összes zenközpontunkban és a templomunkban is. A szemlélet más. Érdel a megszabadulás, és utána tudatosan szüles vissza azért, hogy megszabadíthass minden érző lényt a szenvedéstől. Így ez már egy kicsikét csapatszelleműbb, egy kicsikét együttérzőbb. Hogyha szerzetesként valaki támogat, akkor te elmész a nirvánába, és integrálsz, hogy szerbusz, köszönöm, majd gyere, hogyha tudsz. Vagy pedig újra születsz azért, hogy köszönöm, az előző életedben te támogattál engem, most pedig igyekszelek segíteni, hogy érd el a felébredést. És te is szabadíthass meg más lényeket a szenvedéstől. Tehát a 14. pátriárka, Nagarjuna, ő az, akinek a középutat köszönhetjük, mert kiderült, hogy mind a nirvána, mind a szamszára, tehát a megszabadulás és a kötöttség, ezek teremtett tudatállapotok. Tehát amit teremtünk, az van. Amit közösen teremtünk, az ez a föld, ez a világélmény, ami van. És hogyha tiszta tudattal teremtünk, akkor egész biztos, hogy szándékosan nem teremtünk szenvedést, boldogtalanságot, nélkülözést és egyebeket. De hogyha nem tiszta tudattal tesszük ezt, akkor belül hiheted azt, hogy én csak jót akartam. Én csak segíteni akartam. És valaki ott vérzik melletted. Tehát a jó és a rossz abszolút elgondolása helyett inkább az ok és okozat működését kellene látni. Ezért szoktuk mondani, hogy a zen az teljesen véleményfüggetlen. Teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz az útról, magadról, a világról és a másik emberről, mindaddig, amíg ez a gondolkodás nem mutat átfedést az ok és okozat tényleges működésével. Nagyon szeretünk véleményt alkotni. Mennyire látjuk közben a tényeket? Ez a kérdés. Amikor csak hitelvek vannak, az a vallás,
Amikor nincs transzcendens tapasztalás, az csak a tudomány. Mi lenne, hogyha egy nagy óraüveg alatt láthatnánk mind a kettőt? Tehát a vallást is és a tudományt is egy olyan tudattal szemlélnénk, amely látná a transzcendens működését, és látná az anyagi, az érzékszervi sík működését is, és felfedeznénk, hogy a kettőnek a törvénye ugyanaz. Ugyanaz a törvény, kétféle működés. Az egyik szférában, a másikban. Ezt a törvényt hívjuk dharmának. A megnyilatkozását karmának. Ismét eltelik 14 generáció Nagarjuna után, és jön Bodhidharma, aki Indiából Kínába viszi a tant. És ekkor már, ahogy ezt a nagyon megrögzött zengyakorlók mondják, a szútrák fölött eljárt az idő. Miért? Hát körülbelül 1000 év telt el Sákyamuni Buddha után. Mindenki, aki csak buddhizmusra, szerzetességre, szerzetesnőségre adta a fejét, megtanulta a szútrákat töviről hegyire. Már leírták a 84 000 kötetet. Kialakult a sok-sok kánon, a páli, a kínai, a tibeti, a japán. Annyi értekezést és szútrát láttak a szerzetesek, hogy egy élet nem volt elég ahhoz, hogy mindet elolvasd. És egyszer csak jön Bodhidharma, aki a zen 4 alapelvét, mint egy hatalmas asztal 4 lábát így leteszi Kínában. És az első így szól, ne támaszkodj az írásokra. Gondold el, 1000 év szútra tanulmányozás után egyszer csak valaki azt mondja, hogy ne támaszkodj az írásokra. Te megtanulhatsz másfél könyvtárat, de a zen, az egyévválás pontot kezdődik, amikor te becsukod a könyvet. Oké? Nagyon fontos. A második, hogy közvetlenül az ember tudatára irányulunk. Tehát közvetlenül megkérdezed azt, hogy mi ez, ki vagyok én. Nincsenek szimbólumok, rendszerek, papok, papnők. Közvetlenül rákérdezel arra, hogy mi ez. Mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel. Mi ez? A harmadik, hogy a felébredés egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával. És itt a zennek az eredeti szanszkrit jelentését kell hoznom, a gyánát, az egyévválást, mert olyan az élmény, mint amikor egy csepp visszatér az óceánba, és az óceánná válik. Hogy ez lassan vagy gyorsan következik be, látványosan vagy csendesen, teljesen mindegy. De a tapasztalat nélkül az önkép és az önvaló különbözik, és így te nem tudod az egoitásodat és a személyiségedet megkülönböztetni. Pedig a kettő nem ugyanaz. Egy egészséges személyiségre szükség van, az egoitásodra bizony nincs. És ezt minden pillanatban láthatod, gyakorolhatod. Az, amikor a csepp visszatér az óceánba és az óceánná válik, az azt jelenti, hogy az önképed eltűnik, és csak az önvalód marad. Ezért kell gyakorolnunk. Ezért nem elégséges a puszta gondolkodás, rendszeralkotás, és ezért sem elégséges a videók nézegetése a csatornában. Még egy lépésre szükség van. Oké? A negyedik pedig a tudattól tudatig való közvetlen átadás. Beszéltem a bevezető elején arról, hogy milyen fontos, hogy közösen ezt a csendet, ezt a pillanatot, ezt a jelenlétet tapasztaljuk. Ha ez nincs meg, akkor nem omlik le az egoitás fala, nem szűnik meg a személyes narratíva, nem szűnnek meg azok a polaritások, a tetszések és nem tetszések, amelyek a fal közted és a világ közt. Közted és a másik ember közt. Tehát a tudattól tudatig való közvetlen átadás, az már az egyéválás ebben a lényegben. És amikor ez megtörténik, akkor adódott át a zen, és akkor adódott át így a tan. Ennek nagyon sokféle szertartásos, történelmi, kulturális lenyomatát láthatod. Ezek mind érvényesek, de csak akkor, ha ez a minőség, amelyet az előbb említettem, ott van.
Ezt hívják úgy, hogy a tanítvány felébred a tanító tudatára. És egy szavak nélküli megértés alakul ki kettejük között. Ezt szerencsére sokféleképpen tesztelhetjük. És az egyik nagyon szép teszt az a koan praxis, az a kérdés és válasz, ahol az elmédnek a dualisztikus működése, a szokás alapú gondolkodása, az érzelmi mintázatok követése mind hasztalan. A koan eredetileg közokiratot jelentett. A közokirat az régen nem úgy másolódott, mint most az elektronikus korszakban, egy gomnyomás, hanem az írnokok szépen karakterről karakterre, egyik rizspapírról a másikra lemásolták. Amikor elkészült a másolat, akkor a főírnok egy pecsétet tett az eredeti és a másolat osztatára, úgyhogy a pecsét egyik fele az eredetin volt, a másik fele a másolaton. A másolatot kézbesítették a rendeltetési helyére, és amikor felmerült a gyanú, hogy esetleg nem hiteles, akkor visszavitték a másolás helyére, és összeillesztették az eredetivel. És hogyha a két félpecsét egy egészet alkotott, akkor ezt az iratot eredetinek kellett tekinteni, a másolat mi voltában is. És ez a koanban a kérdés és a válasz. A tanító kérdez, a tanítvány felel. És amikor a kérdés és a válasz találkozik és egy egészet alkot, akkor abban a pillanatban a tanító és a tanítvány tudatának a minősége ugyanaz. Megint egyfajta egyévválást tapasztalsz, amelynek a kulturális paradigmái itt nyugaton még nem nagyon alakultak ki. Nem ismerjük ezt az eszközrendszert. De valamit a keletiek jobban tudtak, és jobban éltek, talán egészen olyan 100 évvel ezelőttig, amikor az ő világuk is kezdett összeomlani a 20. század első negyedében. Ők sem mentesek a téves nézetek és az ebből fakadó karmák következményei alól. Úgyhogy az igazi kérdés az, hogy most te mit kezdesz ezzel? Mire fogod használni, ha egyáltalán fogod, vagy csak eltöltesz egy mondjuk érdekesnek mondható másfél órát ebben a teremben, gondolkodtál egyet, hazamész, bekapcsolod a tévét, és mintha mi sem történt volna. Látod már, hogy nem valami külsődleges eszköztár szól feléd. Látod már, hogy nem színpadi hatás az, amit keltünk. Látod már, hogy ami benned van kérdés, az az igazi alapja az utadnak. Tehát itt nagyon sokat lehetne beszélni, de igazából a ti kérdéseitek az érdekesek, amelyek ezen az alapon, amit hallottatok az előbb, nagyon jó helyre mehetnek, jó felé mutathatnak. És Bodhidharma nagyon komoly utat indított el, utána beszélhetnénk a 6. pátriárkáról, Hui Nengről, aki már 5 örökösnek adta át a tant, és beszélhetnénk a Lincsi iskola folyamányáról, amely a mi szellemi vonalunk, Sung Sensen mester szellemi vonala. De ezt a történeti visszatekintést egy következő előadásra halasztom, egyszerűen azért, mert lejárt a bevezető ideje. És ti öttök. Kinek van kérdése? Különböző tradíciók megkülönböztetnek tudást és éberséget. Tehát ez mondjuk jelen van a tibetieknél, indiaiaknál, stb. És a kérdésem arra vonatkozna, hogy ugye nyilvánvalóan így az emberi életünk szempontjából az éberség az, ami így a minőséget meghatározza. Neked a tudás is. Igen, nyilván, de hogy a tudás, sokszor azt látom, hogy egy ilyen kvantitatív dologgá válik így az emberi életünkbe, és nem realizálódik mondjuk éberség formájában. És engem az érdekelne, hogy a tudást, amit megszerzünk, azt hogy lehet éberséggé csiszolni. Ha elolvasunk egy könyvtárat, abból hogy válik egy olyan transformatív erő, amivel az életünk minőségét növeljük. Néztél-e már így hosszabban tükörbe? Hú, igen. Meddig voltál a tükör előtt? Hát az attól függ, hogy milyen kedvemben voltam.
Egyszer csak gondoltál egyet, és elmentél a tükör elől, és így a tükörnek nem maradt tárgya, a tükör üres lett. Így van. Oké. Okay. A tudás az mindaz, amit az értelem tükrével te fogalmakba öntesz. A tapasztalás az, amikor már ezekre a fogalmakra nem támaszkodsz. Tehát olvashatsz te 3-4-5 könyvtárnyi anyagot, az a zen körön még mindig a 90 fok. Ezt úgy hívjuk, hogy tárgyas tudat. Ha az elme okos, nagyon sok tárgya lehet, és ezeket nagyon jól tudja kezelni. Kevésbé okos, csak kevés tudattárgyat tud kezelni. De az eredeti tiszta tudat nem függ attól, hogy az elméd az milyen okos vagy milyen buta. Ez a tárgyatlan tudat, a teljesen tiszta, üres tükör. Mindegy, hogy meddig álltál előtte. Mindegy, hogy jól vagy rosszul érzed magad aznap. Mihelyt te kiálltál a tükör elől, az üres lesz. Mihelyt a tudást feladtad és a gondolkodást elvágtad, visszatérsz a tiszta kék éghez. A tudás az felhő. Nem rossz, nem jó, de felhő. A felhő mozgása azért kell, hogy észrevedd a kék, mozdulatlan eget akkor, amikor a felhő eloszlik. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy a tudás, ha helyesen van rendszerbe alkotva, akkor szolgál valami nagyobbat, mint önmaga. És elvezet a nem tudhatóig, főleg, hogyha transzcendens irányultságú. De még a fizikában is elvezet mondjuk a nem tudhatóig, nézd meg az elméleteknek a végét. Tehát most rengeteg olyan elmélet van, hogy fantasztikus intellektuális konstrukció, rengeteg kísérlet támasztja alá tólig, paramétereken belül, de mihelyt a paramétereket túllépi, teljesen használhatatlanná válik. A kvantumfizikától kezdve a kozmológiáig minden. Matematika. Az egyenletek gyönyörűen működnek, például a kvantitatív megközelítésben, amikor határozott tárgyuk van, amikor dolgokat kell megszámolni, analizálni, aritmetika, logika, stb. Mihelyt az egyenlet önmagára irányul, vagy a végtelenre irányul, megfekszik az egész. Tehát ott abban a pillanatban csak sejtés van, gyanú van, tétel van, de nem lehet bizonyítani, mert a végtelent azt nem lehet formába önteni. És önmagunkat sem lehet formába önteni. Tehát nézd meg a mateknak a határait, a fizikának a határait, a tudománynak a határait. Ha ezeket a határokat elismerjük, akkor a magunk relatív világképét nagyon jól ki tudjuk alakítani. Tehát nem azonosítjuk a felhőt az éggel. Miért az intellektus abszolút igényen lép föl, horrorisztikus cselekedetekre képes, csak azért, hogy neki igaza legyen. Elkezdi a valóságot a saját modelljébe begyömösszölni, mint hamupipőke nővérei a lábukat a kis pipellőbe, és vérzik. Vérzik a valóság, mert egy ideológiát, egy modellt, egy rendszert akarunk követni, és nem a valóságot. Tehát a valóság az a tapasztalat, az arról alkotott rendszer az a tudás. És néha félre kell tenni a tudást ahhoz, hogy úgy lásd a világot, ahogy van. Kóreaiul van ennek egy nagyon fontos mondata, Ta song il pyong, minden természete egyé válik. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs tudás, csak tapasztalat van. És ez a tapasztalás az érzékszervi sík fölé visz. Mert amikor nem gondolkodsz, akkor nincs élet és nincs halál. Nincs jó és nincs rossz. Csak az a lényeg van, amelyik ezt, hogy tak, ezt hallotta. És innentől kezdve a tudásnak megvan a helye. De nem helyettesíti a tapasztalást soha. Tehát ettél már szakácskönyvet? Ugye, hogy nem? Ne is. Jártál már térképen? Ugye nem? Volt olyan, hogy a befőt eltette a nagymamát? Ugye, hogy nem? Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon kis frappáns, finom, tréfás mondatok, de nagyon súlyos igazságokat tartalmaznak, mert ezeket mi rendre összetévesztjük. Volt már olyan tévedésed, esetleg épp a mai nap vagy tegnap, hogy jaj, azt hittem, hogy... És akkor a gondolkodásodat igyekeztél a valóság helyére begyömöszölni, te hittél ahelyett, hogy tisztán láttál volna.
Azt gondoltam, előfeltevés az a kudarc meleg ágya. Te lássál tisztán, halljál tisztán, gondolkodj tisztán, és ne a feltételezéseidből akar élni. A rosszabb az a projekció, hogy én nem ilyennek gondoltalak. Rossz vagy. Nem úgy csinálod, ahogy én akarom. Tehát ezek a projekciók, ezek elképesztően erősek, és ez már a gondolattal, érzelemmel kicsit kevert változat, ugye? Úgyhogy a tudást, az elképzelést, ezt ne akarjuk a valóság helyére bevetíteni. Katasztrofális tud lenni. Úgyhogy javaslom a zenkör tanulmányozását, ahol a 90 fok az a maximális tudás, amit el tudsz érni. Utána már tapasztalni kell. A 180 fokon jön ez. A nem név, nem forma, nem keletkező és nem megszűnő. De ez a lényeg az a látó, a vidya, amiről a Buddha is tanít. Ennek a hiánya az avidya, nem látás. És érdekes módon néha pont a saját gondolatainkkal, saját érzelmeinkkel, a saját igaznak tartott, sőt abszolútnak gondolt elméleteinkkel és elgondolásainkkal takarjuk el a tudatunk tiszta tükrét. Ezt meg tudjuk tenni, mink okos emberek, homo sapiens, sapiens, tehát okos a négyzeten. Nézd körül, okos a négyzeten. Hihetetlen. És a 180 fok, amikor a lényeg, ahogy ezt a bevezetőben tanítottam, nyilvánvalóvá válik, akkor az igazság tapasztalata az a következő, és ennek birtokában látom azt, hogy mit kell átalakítanom, és mit nem magamban. Mi az, amivel szeretnék tovább menni, mint tulajdonság, és mi az, amit mindenképp ki akarok pakolni magam, hogy Úristen, ha már ilyennek születtem, a következő már kicsit más lehetne. Nem így kéne a következő inkarnációt elkezdeni. Ez is érdemes gyakorolni, hogy kicsikét a hátizsákodból rakjad ki azt a karmát, amit te semmiképpen nem akarsz továbbvinni, és szüntesd meg az ezzel való azonosulást. Ne a környezetedet okold amiatt, hogy te olyan vagy, amilyen. Na ez az átalakulás, ez a 270 fokon a csúcs. Tehát akkor mindent meg tudsz bocsátani, mindent meg tudsz változtatni, mindent meg tudsz teremteni, mindent elintézel például, mások nem tudják hogyan, és közben boldog vagy. Ez a 270 fok. Aztán rájössz, hogy akármilyen ügyes mágus vagy, azt nem magadért teszed. Tehát a szabadsághoz is lehet úgy ragaszkodni, hogy előbb-utóbb a szabadsághoz ragaszkodó egyén érzi a láncait. Érted? Csak magáról szól az egész. Csak az ő képességeiről szól az egész. És akkor rájön, hogyha nem segít másokat ezzel, akkor eléggé torzóba marad a mű. És akkor kezd el kicsit visszaegyszerűsödni, és visszajönni a hétköznap világos tapasztalatáig. Na ez a 360 fok. A forma forma, az üresség üresség. Az ég kék, a fű zöld. Most ez annyira egyszerű, hogy nagyon sokan, főleg az okosabbja azt gondolja, hogy minek mennék én végig azon a hosszú, nehéz zenkörön. A nulla fok elé odaírom a hármast meg a hatost, azt megvagyunk, nem? Így is lehet, kis kreatív könyveléssel. A karmánkat egyből befestjük valami szebbre, mint volt. Na hát ekkor derül ki, hogy a spiritualitás az önmagában nem megoldás semmire. Tehát vagy gyakorolsz, és változol, vagy nem gyakorolsz, és nem változol, akkor meg festettél magadra egy újabb ilyen szürke-piros zen-buddhista réteget, és akkor ezzel is úgy tűnt, hogy gazdagabb lettél, pedig csak az elhárító mechanizmusaid lettek vastagabbak. Úgyhogy ennyit a tudásról és a tényekről, a tapasztalatról, és én szeretném, hogyha mindenki a nulladik meditációs technikát megtanulná, hogy merj őszinte lenni önmagadhoz. Tehát anélkül se a mantra, se a kérdés, se a tér és hangfigyelés, egyéb hagyományok, fantasztikus, rendszeres meditációs technikái fabatkát sem érnek. Ha nem mersz őszinte lenni önmagadhoz, akkor csak a karmádat fogod szépen vastagítani, az, hogy én buddhista vagyok. Igen? Akkor most miért sírnak körülötted? Miért szemetes körülötted az utca? Miért rendetlen a szobád? Ha te ilyen jobb buddhista vagy, miért nincs benned rend? Mert hogyha nincs benned rend, akkor a környezetedben sincs rend.
Megfigyelted? Ha belül káosz van, kívül is káosz van. És ahol kívül káosz van, ott belül is. Tehát itt lehet nagyon sok okosságot mondani, de ha nem járunk az úton és nem tapasztalunk, akkor semmit nem ér. Mert sem magunkon, sem másokon nem tudunk segíteni. Jó? Tulajdonképpen folyamatokként élem meg az életemet, mint úgy. Van a régi életem, ami külföldön van, és próbálok, tehát ott úgy érzem, hogy be vagyok zárva, ott egy börtönbe vagyok, vagy hogy mondjam, és próbálok keresni más dolgokat, amiben beleálljak. Viszont fizet a börtönőr. Azért vagy ott. Nem, hát igen, az az igazság, ez egy aranykalitka. Egy kicsikét, egy aranykalitka. Visszajövünk a földre, eddig négyszer mondtad azt, hogy folyamat, igen. És hogyha nem ugratom ki a nyulat a bokorból, akkor semmit nem fogunk megtudni, ami érdemleges. És meg nem a titkaidra vagyok kíváncsi, igen. Hanem egy konkrét kérdést kell föltenned ahhoz, hogy értékelhető választ adjak. Ezt ugye érzed? Na mondom. Igen. Tessék belépni a folyamat irányítónak a szobájába. Igen. Ha vannak folyamatok, akkor van egy folyamat irányító is. Tessék birtokba venni az életedet. Tessék elvállalni azt, hogy te így teszel, így beszélsz, így gondolkodsz, így érzel. Ez az irányod. Ezekkel élsz. Ezekkel az emberekkel élsz. Ezen a földön élsz. Mert ezeket nem szoktuk elvállalni, mindig hivatkozzunk valamire, hogy miért. És ezzel fordítottan arányos az önrendelkezésed. Meg az önbizalmad. Onnan tudod, hogy valaki azt mondja, nem tehettem mást. Igen, nem tehettél mást? Már ennek a kimondásában benne van, hogy tehettél volna valami mást, csak nem tetted. Oké? Tehát miben hiszel? Kikben bízol? Mennyire jól látod az ok és okozat működését? Mennyire tudatosan teremted a világodat? Ezek a kérdések ugyanarra mutatnak. Tessék a folyamat irányítást teljesen elvállalni. Ez nem egyénieskedés vagy önzés, hanem megnézni azt, hogy ez a test, ez a lélek, ez ehhez tartozik. Az a test, az a lélek hozzá tartozik. Tessék elvállalni. Jó? Oké, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A káoszról kérdeznék, hogyha belül káosz, kívül káosz. Előbb-utóbb így van. Hát, hogy kinek a szemüvege mögül, mert szerintem nincs káosz belül sem, meg kívül se, de például a családon belül egyéb személyeknél szerintem nagy káosz van. Akkor a te nyugalmad segíti az ő káoszának az elmulasztását. És a káoszból kozmosz lesz. A kozmosz az a rendezett világegyetem a görög szemlélet szerint. A káosz a rendezetlen. Nagyon hasonló, mint a dukkha és a szukka szanszkritul. A dukkha az a szenvedés, a kizökkentség. Szó szerint azt jelenti, amikor a tengely nincs bent az agyban. Kiesett. A szukka az a boldogság, amikor minden a helyén van, és a tengely bent van a kerékagyban, és itt tud forogni szépen, és a szekér megy előre. Tehát, ahogy mondod, belül káosz, kívül káosz. Tehát van mondjuk egy tinédzser gyereked, és nála totál káosz van. Miért? Mert éppen 12 és 13 között van, és minden megváltozik, de napról napra. És a dackorszak ilyenkor olyan szépen bimbódzik, mint ez a bizonyos lótusz a tavon, és így kinyílik, csak hát eléggé intenzíven üvölt. Tehát, ha belül káosz van valakinél, és te hozzátartozol, akkor a te dolgod az, hogy a belső kozmoszoddal, vagy rendezettségeddel azt a káoszt természetes módon engedd csökkenni, megnyugodni. És nézd meg, hogy ez mennyi beszéd kell, mennyi gondolat kell, mennyi érzelem kell, mennyi cselekedet kell, és pont annyit. Nem többet, nem kevesebbet. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Honnan tudom, hogy mi az a pont annyi? Tehát sokat gyakoroltam, sokat segítettem. Nézd! Pont ennyi.
Nézd meg, hogy egy pohárba mennyi víz fér. Nézd meg, hogy egy ember lelkébe mennyi érzelem fér. Nézd meg, hogy egy ember elméjébe mennyi tudás fér. Tehát nézd meg, hogy mire van szüksége. És ne abban gondolkodj, hogy te mit tartasz jónak vagy rossznak. És amire szüksége van, azt add meg neki minőségileg és mennyiségileg egyaránt. Egy kínai kolostort meglátogatott egy professzor, egy hatalmas konfuciánus tudós, és teáztak. Az emmester teát töltött neki egy sokkal kisebb csészébe, de nem állt meg itt a szélénél, hanem így öntötte tovább, tovább, tovább. És erre a konfuciánus tudós azt mondta, túl sok, kiömlik, túl sok, nem fér bele. És erre az emmester azt mondta, mint a gondolkodás az elmédben. Mindig nézd meg az adott helyzetben, milyen kapcsolatban vagy, és mi a teendőd. Ezt fogja elmondani. Pillanatról pillanatra tiszta tudat tükrében megjelenik az, hogy mennyi az elég, és milyen minőségre van szükség. Jó? És ha mindig túlöntöm? Akkor baj van, akkor föl kell törölni. Előbb-utóbb megtanulod nem túlönteni. Miért? Mert egyedül maradsz. Ha túlöntöd, nem akarnak az emberek a közeledbe lenni. Én nem akarok az övékében igazából. Akkor tényleg túlöntötted. Mert akkor nem fogadnak el. Tehát nézd meg, hogy ne legyen se túl sok, se túl kevés. Te a legnagyobb művészet bármilyen családi, társ vagy társadalmi kapcsolatban mikor kell megszólalni, mennyit kell beszélni, és mikor kell abba hagyni. Nézd meg. És notóriusan túl beszéljük. Ez a biztonságérzet hiányával egyenesen arányos. Minél kevésbé érzed magad biztonságban, annál inkább túl beszéled. Ugye ezzel a beszéddel is uraald a teret, betöltsd az elméket, a magadét és a másokét egyaránt. Hatalmas bátorság és bizalom kell ahhoz, hogy te csendben merj maradni valakivel vagy valakikkel, és ők ugyanígy. Mindig nézd meg, hogy mi az értékesebb, az, amit mondani készülsz, vagy az a csend, amit ezzel megtörsz. Jó? Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy két emberi személyiség között hogy lehet akkora különbség, hogy például van egy orvos, aki Afrikába jár afrikai gyerekeket gyógyítani, szemüket, a másik ember személyisége pedig elveszi a látást. Hogy lehet ekkora különbség? Hogy ez azt mutatja, hogy ezen a földön bármi lehetséges. Amilyen karmát fölépítesz, olyan leszel. Nincs semmi, ami megakadályozna abban, hogy te 9 évesen egy olimpikon legyél, vagy pedig egy dzsungelharcos, vagy pedig csak egy ilyen családban növekvő kis palánta. Mind a háromra van példa. Tehát ez azt mutatja, hogy ezen a földön nincs akadály. Mozart előtt se volt, Hitler előtt se volt. Amilyen karmát fölépítesz, az leszel. Ezért kell rendkívül óvatosan bánni az idővel. Mert az idő véges. Egyszer csak elhagyjuk ezt a testet, és amit fölépítettél, az megy tovább. Amit kiraktál az izsákodba, az eloszlik a térben, az itt marad. Úgyhogy nézd meg, hogy milyen ok és okozati folyamat vezetett oda, hogy te neked ezt a különbséget kell látnod. És mindegyiknek meglátod azt a vonalvezetését, ahogy fölépült ez a két nagyon különböző személyiség. Engem sokkal hétköznapi problémák szoktak így lázba hozni, hogy hogyan vonzódunk egymáshoz. Tehát hogy van az, hogy meglátsz valakit, és mondjuk szerelmes leszel beled. Most ez hogy van? És erre az elme soha nem fog gombot varni, sőt, minél többet gondolkodsz róla, annál rosszabb. Vagy hogyan születnek hozzánk a gyerekeink? Hát ezt azért érdemes szemügyre venni, hogy egy családban milyen karmák tudnak összpontosulni, hogy harmonikusan élünk együtt, vagy pedig mindig szétdobjuk a konyhát állandó jelleggel. Tehát, hogy hogyan tartozunk mi össze emberek? Mi az a vonzás, ami alapján azt mondjuk, hogy szeretem? Mi az a taszítás, ami alapján azt mondom, hogy nem szeretem?
vagy születik hozzád két-három gyerek, és mennyire eltérően viszonyulsz hozzá az összeshez. Hiszen te vagy az apjuk, és egyformán kéne szeretni őket. De mégis az egyiket jobban szereted, a másikat nem. Miért van ez? Fölül lehet emelkedni ezen? Szerintem igen, és kell is. Tehát nagyon eltérő karmákat tudunk felépíteni, mert ezen a földön minden lehetséges. Erre tessék szíves lenni emlékezni. Köszönöm. Szívesen. Én szeretnék kérdezni, hogy 4 évvel ezelőtt sok veszteségért, mert egy másik városból elköltöztem, ahol 13 évig laktam, és sok embert ott kellett hagynom, akit szerettem, meg a párkapcsolatomnak is vége lett, a munkahelyemet is ott kellett hagyni, olyan helyre költöztem, egy olyan városba, ahol amikor oda költöztem, akkor jöttem rá, hogy itt teljesen egyedül vagyok, mert itt senkim nincs. És azóta érzem azt, hogy eltűnt az öröm, maga az érzés. És hogy hogy lehetne ezt az érzést visszahozni, hogy úgy tudatilag tudom, hogy most ennek örülni szeretnék, de belülről nincs meg ez az érzés. Te szeretnél örülni neki, és nem tudsz? Igen. Ez hogy van? Nem tudod? Tudom. Akkor ezt a nem tudomot kell megtartani. Bizony. De nem tudsz örülni neki, de szeretnél. Ez egy óriási ellentmondás. És akkor ahelyett, hogy az egyik szélsőségből a másikba esnél, és magaddal pofoszkodnál, hogy szeretném, hogy örülj, de nem örülsz. Örülj, nem örülj. Érted? Ez nem jó. Nem tudod, hogy miért van ez, és ebben a nem tudhatóban szépen meg kéne maradni. És akkor a felesleges gondolkodás által eddig elveszett energia elkezd fölhalmozódni. A gondolkodásod nem fogja elködösíteni az eget, az új város, az új munkahely, az új kapcsolatok fölött. És akkor meglátod azt, hogy óriási adomány az, hogy te újra kezdhetsz, frissen. A veszteségeket akkor is ki kell bírni, hogyha te meg akartál szabadulni az illető helyzettől, embertől, munkától, és akkor is ki kell bírni, hogyha ezt nem akartad. Ragaszkodás és kapcsolat két nagyon különböző dolog. A kapcsolatainkat tartsuk fönt, legyünk lojálisak, hűségesek, nagyszerűek, de ne ragaszkodjunk az azonosulás szintjéig, mert minden múlandó. Mert egyszer az utolsó kerék is kiesik a járműből, és egyszer a test és a lélek szétválik, és mindannyian az adott időben, amikor elérkezik a pillanat, meg fogunk halni. Az lesz a legnagyobb veszteség. Ezek kis veszteségek. Ezek megtanítanak kezdeni, és újra kezdeni. És a zen az a kezdők szelleme. Tehát meg kell tanulni újra kezdeni, akkor, hogyha valami befejeződött. Új kapcsolatot teremteni, ha valakivel az már nem lehetséges. És itt 3 dolgot kell tenni. Az egyik, a köszönöm. A korábbi környezetednek megköszönsz mindent, amit adhattál és kaphattál. A megbánás, mert az a hibát követtél el, és a megbocsátás, mert ellened is követtek el. Tehát mind a pozitív tapasztalatok, mind a negatív tapasztalatok kerüljenek a tükör elé. Ez nem pusztán egy erkölcsi magatartás, ebből más sátrakban és más könyvek által ilyen erkölcsiséget igyekeztek gyártani, na ez nem megy. Ez nem megy, mert a közvetlen lelki valóságot ezt eléggé eltorzítja vagy leszűkíti. Magyarul nem az embert veszi alapul, hanem valami ideológiát. És a 3. mozdulat az az elengedés, ami azt jelenti, hogy tudomásul veszed a veszteséget. Ez az Isten hozzád, hogyha egy kapcsolat megszűnik, mert már nem tarthat tovább. És ha ez a 3 megvan, akkor a veszteség helyett tisztulást élsz át. Ha ragaszkodsz a veszteséghez, akkor pusztulsz. A változással együtt pusztulsz. Erre szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy a felmosóronynak melyik oldalán vagy, a takarítónő felőli oldalán, vagy a kosz felőli oldalán a padlón. Nagyon nem mindegy. Tehát a veszteségeinket használjuk fel a tisztulásra és az újrakezdésre, és nézd meg, hogy mennyi energiát kell még beletenni, hogy az befejeződjön, ha már nem folytatható. Tehát folytasd addig, amíg lehet, amikor pedig be kell fejezni, fejezd be. Miért? Mert a mulandóság mellett a kölcsönös függés a másik nagyon fontos alkotójegye az életnek. Tehát egy botnak 2 vége van. Ha azt mind a ketten fogjuk, akkor a bot által kapcsolatban vagyunk. De ha csak az egyikünk elengedi, akkor már vége.
Tehát a mulandóság és a kölcsönös függés, a környezet, a másik ember, az embercsoporttól való függés mellett tudomásul kell venni az élet harmadik alapjegyét, ez pedig a tökéletlenség, vagy a tulajdonságok eredeti nem létezése. Tehát mi teremtjük a tulajdonságainkat is olyanokká, amilyenekké, és ezek nem tökéletesek. Ezekhez hozzá lehet tenni, ezekből el lehet venni, ezt az egyik ember jónak látja, a másik ember rossznak látja. Ezt hívjuk a karma relativitásának, oké? Okay? Ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor mindig ilyen ábrándokat és ideálképeket fogunk hajszolni, és nem vesszük tudomásul úgy a másik embert, ahogy van. Ebből a vanságból, vagy ilyenségből lehetne indítani szépen tovább a fejlődés útján. És de a fejlődés azt jelenti, hogy a korábbi környezet, a korábbi élethelyzet, a korábbi kapcsolatok eltűnnek, és újra fel kell találnod magadat. Újra meg kell alapoznod az életedet, a munkádat, közösség, akár családi szinten is. Fogd fel ezt tisztulásként, egy olyan tesztként, ahol bizonyíthatsz magad előtt, hogy igen, te elég erős vagy ehhez. Te elég tisztán látó vagy ehhez. Te szembe tudsz nézni a veszteségekkel, és tisztulásként fogod fel. Ekkor tudsz helyesen tovább lépni. Ha nem, akkor a múlt mocsara lehúz, és senkit nem okolhatsz érte. Csak saját magadat. Jó? Jó, köszönöm. És akkor még egy hozadéka van ennek, hogy én azóta, hogy ugye olyan városba költöztem, ahol senkit nem ismertem. Jó, most már ismerek azért több ember, de mégis olyan egyedül érzem magam, hogy állandóan menekülnék otthonról. Ezt érzem, hogy ezzel mit tudok tenni, hogy ne legyen ez az érzés. Ne menekülj otthonról, hanem lépj ki otthonról a különböző helyzetekbe, a piactól a táncmulatságig. És biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb találsz barátokat, barátnőket, társadalmi kapcsolatokat. El kell menni a kultúrházba, ugye, ismerkedni. Ne én adjam a tippeket. Tehát nagyon sokféle módon tudsz a városban emberekkel találkozni. Én emlékszem a 90-es évek elejére, akkor a magyar népi kultúra nagyon érdekelt, és nagyon sokat jártunk Erdélybe, és talán mindegyikötök ismeri Kolozsvár mellett azt a nagyon hagyományozó falut, amit Széknek hívnak, széki szőttes, széki tánc, stb. Stb. És van egy olyan intézmény, amit úgy hívnak, hogy piacozás. A piacozás azt jelenti, hogy semmiféle árucsere nincs, csak van egy piactér, nincs kirakva semmi, nincs pult, nincs kofa, nincs semmi, csak a bizonyos korú népesség, nem túl fiatal és nem túl öreg, elkezd járkálni egy 300 méter hosszan, és így fordulókat tesz, és a tömeg így nézi egymást, és megszólítják egymást, és köszönnek egymásnak, és elkezdenek beszélgetni egymással. Egymás mellé szegődnek, és mennek egy kicsit, aztán elköszönnek, és beléptek egy másik ilyen hurokba. Tehát azt látod, hogy 300 méter hosszan több száz ember így kering, és látszólag nem történik semmi, csak ilyen susmorgás, meg beszélgetés van. Ez a piacozás, ez gyönyörű. Mert valójában megtörténik mindaz, aminek meg kell történnie. Ha ezt a madárraj érti, ha ezt a halraj érti, ha ezt a ménes érzi, hát ezek a csoportba verődő, de önálló, ugye rendelkezésű emlősök, madarak, halak, stb. Az emberi tudat ezt miért ne tudná megcsinálni? Emiatt. Mert elgondolod, hogy te egyedül vagy, hogy te gyütment vagy, hogy te itt nem ismersz senkit, és bezárod az ajtót, és már ki is akarsz lépni, mert fáj a magány. Na, ezeket a gondolatokat tessék föladni, és tessék piacozni. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szívesen, helyes. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyes reakció akkor, hogyha látok állatokat szenvedni, vagy hallok olyat, hogy emberek által szenvednek, és hogy én hogy ne szenvedjek ettől annyira? Szerintem szenvedj tőle. Semmi baj ezzel. Ez az együttérzés. De a szenvedés az az együttérzésből származó elképesztő erős benyomás, hogy ott igen, élet van veszélyben, jólét van veszélyben, testi épség van veszélyben, és akkor ez joggal, sarkkal téged cselekedetre. Például belépsz egy állatvédő egyesületbe, és sokad magaddal együtt próbálsz ilyen helyzeteket megóvni, megakadályozni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Hogy tudom elengedni egy olyan gyereket, aki már 22 éves lesz, és évek óta belekavarodott egy ilyen önromboló
Tehát teljesen egy ilyen önroboló életmódba, tehát valami borzalom, és én mindig próbáltam kimenteni, meg megmenteni, most egy kicsit valamivel, kicsit kívülebb van, de engem azt tart vissza, hogy nem tudom a saját életemet élni, mert állandóan bűntudatom van ezt a gyereket otthagyni. Mert az, hogy... A te gyereked, vagy egy családtag gyereke? Nem, az én gyerekem. Aha. Igen, az én gyerekem, és... Jó hírem van. Már 4 éve meg kellett volna tenned azt, hogy elütti az óra a 18. életévet, boldog születésnapot, innentől kezdve felelős vagy magadért. Ez nem azt jelenti, hogy kirúgod. Nem kell kirúgni ilyenkor a gyereket a családi otthonból. Csak ráébreszteni arra, amit egyébként fokozatosan meg kell tenni pubertáskortól, tehát pubertáskortól fokozatosan ezt meg kell tenni, hogy egyre komolyabb feladatokat adni neki ahhoz, hogy fölkészüljön az életre. Na most, ha ez így van, akkor felelősséget sajátít el, ráébred arra, főleg a kreativitáson, az alkotáson keresztül, hogy bizony a világát ő csinálja. Ha ez nincs meg, akkor át tud menni egy ilyen kényelmi önpusztításba, vagy kétségbeesett önpusztításba, mert egyszerűen az, hogy ő teremthet, az nincs meg. Az, hogy ő a világban tevékenykedhet, és ennek hozadéka van, az nincs meg. Tehát ilyenkor már a radikális hozzáállás kell, ugyanis ha te meg akarod menteni, és meg akarod szabadítani, de nem követelsz változást tőle, akkor kiszolgálod. Igen, hát ezzel tisztában vagyok. Nem, még nem vagy tisztában. Ú, de nagyon nem. Miért? Mert azt akarod, hogy én kiszolgáljalak most téged. Nem. És nem foglak. Igen. Nem foglak, mert nem lenne helyes sem veled szemben, sem a fiaddal szemben. Igen. Sem. És itt a radikális terápia az, hogy egyszer csak el kell neki mondani, hogy édes fiam, te ezt és ezt csinálod, és ezzel te rombolod magadat és a környezetedet is, és én ebben nem veszek részt. És a családtagokkal ezt meg kell beszélni, senki ne vegyen részt benne, senki ne szolgálja ki, és ébredjen föl a gyerek. Miért? Minden lélek, akár a mélyén, akár a felszínén, de valahol boldogságra törekszik, kiegyensúlyozottságra törekszik. Ennek elképesztő taktikái vannak, és a felszínen ez teljesen másképp is tűnhet. Valójában ez a gyerek figyelmet kér. Igen, igen. És éppen ezért nem lehet megadni neki azt a szintű figyelmet, amely kiszolgálja ezt a játszmát. Ezt állítsa le. Tehát, hogyha te kiszolgálod a gyereket ebben a helyzetben, akkor rontod a sorsát. És innentől kezdve, édes fiam, magadra főzöl, magadra mosol, magadra keresel, itt te nyugodtan lehet, nem fogunk kiszolgálni. Miért? Mert erre és erre fordítod ezt az energiát. És mi ezzel nem értünk egyet. Miért? Neked se jó, másnak se jó. Hát igen, ezért váltam el a férjemtől, mert én próbáltam nem kiszolgálni, és ő pedig kiszolgálta, és ez egy akkora mélységbe taszított ezt a gyereket, hogy én nem is tudom, hogy valaha ki fog mászni. És ha hagyjátok, akkor ki fog mászni. Igen. De, hát... de innentől kezdve a te alapállásod nagyon világos kell, hogy legyen. Miért? Elsősorban, mivel elmúlt 18, már magadnak tartozó felelősséggel azzal, hogy viszonyulsz a gyerekhez. Aki már nem gyerek. Igen. Aki már azért eléggé felnőtt tecske. Igen. Tehát nem lehet ezt a játszmát kiszolgálni. Igen. És hogyha ezt az elvált férj per apuka nem érti meg, akkor viszont részese az egésznek. És onnantól kezdve ez az ő dolguk. Ez az ő dolguk. Nem együttérzés nélküliség azt mondani, hogy te ebben nem veszel részt. De figyeled, mindent tudni kell, de nem veszel benne részt. Szóval ez egy játszma. Végül. Ez egy játszma, igen. És ezt meg kell szüntetni. Így igen. Van. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Ugye gyakorolni kell, tisztítani a tudatot, és akkor biztos megoldódik az ember élete. Tiszta így, tudat, rendes ház, van. Ki van írva, tessék. Igen, így indultam zen gyakorolni, ugye a templomban jártam már, nagyon hálás vagyok érte. Hát nem éreztem túl jól magam, mert ugye rengeteg, tehát sok minden feljön az emberben, amivel őszintén szembe kell néznie. És ettől te nem érezted jól magad. Hát nem. Nem. Én ezt megértem, a kórházban se szoktuk jól érezni magunkat. Igen. És de hát az lenne a kérdésem, hogy ez egyszer elfogy-e. El.
Igen? Egyszer meggyógyulsz és hazamész. No, akkor jó. Mondja a doktor. Tehát nézd, nekem ugye a zenbe a belépés, ez nem volt olyan nehéz így a szemlélet szintjén, sőt, boldogult szüleimnek is, hogy néha még a diagnosztikus látásmódot próbáltam a tan alapjain keresztül tanítani, hiszen ha megnézem mondjuk egy jól működő egészségügyi rendszert, ott diagnosztizálnak. Tehát megállapítják a szenvedés tényét, hogy te beteg vagy, és ez a betegséged. Tehát van a szenvedésnek az oka, a betegségednek a kiváltó oka, vagy sok-sok ok. Utána van a szenvedés megszüntetése, ez a gyógyulás, és a szenvedés megszüntetésének az útja, ez a gyógyítás. És hogyha ezen végigmegyünk, akkor egészségesek leszünk. Na most két dolgot alapvetően el szoktunk követni. Az egyik az, hogy azt hisszük, hogy mások miatt vagyunk betegek. Ez nem így van. Ezt mit csináljuk? A saját lelkünk ráterheli a testünkre azt a karmát, amit épp akkor nem bírt el. Ez a túlélő ösztönünk egyik nagyon komoly beugrása az életünkbe. A másik, hogy összecseréljük a betegséget a kórházzal. Összecseréled a karmádat a templommal. Feljössz a templomba, elkezdesz meditálni, és csivitelnek a madara, kék-ég, zöld fű, fantasztikus kaja, mindenki mosolyog. Te meg olyan rosszul érzed magadat, hogy nincs ez a horrorfilm, amely ott tudna. Ez pontosan azért van, mert benned, ebben a környezetben úgy jön föl a karma, mint a szökőkút a Margit-szigeten, Budapest. Így. És miért ilyen szép a hely, miért ilyen kedves a szanga hozzád, miért ilyen finom a kaja, miért van ennyire rend, hogy te soha ne téveszthesd össze a betegséget a kórházzal. A karmádat a környezettel, hogy nagyon jól érezd, hogy az honnan jön, és hogyan vetül ki másokra, és hogy ezt te szüntesd meg azon nyomban, és váljál felnőtté ezen letisztulás és megerősödés által. Tehát az, hogy te ott illúziót vesztesz, per rosszul érzed magad, meg ilyen kényszerű belső mozgásokat tapasztalsz, ilyen kis mentális fészkelődéseket, ez annyira törvényszerű te. Ez azt jelenti, hogy nem csak wellness centernek használod azt a gyönyörű helyet, hanem arra, amire kitaláltuk. És hogyha nem látod meg a betegség tényét és okát, akkor nem járhatod a gyógyulás útját a felébredés felé. Úgyhogy ez teljesen törvényszerű, és mi ennek a megfelelő módozata, mi a helyes hozzáállás, kibírjuk, mert tudjuk, hogy egyszer vége van. Ez jó hír, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Minden nap megígérem magamnak, hogy holnap reggel lesz időm meditálni, és meditálni fogok. És mindig jön egy olyan pont, amikor elhalogatom, és mégse fogok hozzá. Nem szabad lefeküdni, aludni. Este meg elalszom, belealszom. Á, javaslok este egy olyan speciális meditációs technikát, amelyet Kyongho Sunim, Sungsan Sunim nagy tanítója, ő javasolt, és meg is csinált. Hát 140 évvel ezelőtti kőkemény Koreáról beszélünk. Kyongho Sunim egy 100 napos elvonulásba kezdett, miután rájött egy kolera járványon keresztül önnön mulandóságára, és 100 napig nem aludt. És ezt úgy érte el, hogy egy nagyobb forma tört ide beletett a kezébe, és az áll alá tette a hegyét. És amikor elaludni készült, akkor kicsikét emlékeztette a törhegye arra, hogy maradjon éber. Na most, hogyha nem tudsz fölkelni, ne tessék lefeküdni. Ha nem tudsz éber maradni, akkor ezzel a kis eszközzel azon nyomban a mulandóság és éberség összefüggésére rá fogsz jönni. Jó? Hát jó. Köszönöm. Hát nem jó. Annyira nem jó, hogy ez borzasztó. Tehát ezt elfogadod, és mész Kyongho Sunim nyomában, mert én azt mondtam. Borzalom. Tehát legyél szíves 3 darab ébresztőórát beállítani, és mindegyik mellé egy halálfejet tessék letenni, hogy a következő nap nem biztos, hogy fölébredsz, mert lehet, hogy meghalsz. Most kell fölébredni. Most kell megcsinálni. Ha nem, marad a tőr. Felébredni nagyon korán felébredek, de elhessegetem a gondolatot, hogy most nem mégsem, igen, mert... Úgy akkor ez, át kell alakítani a hálószobát. Tehát úgy kell megcsinálni, hogy egy zuhany
az ágy fölött legyen, és amikor te hesegetnéd a gondolatot, akkor meghúzol egy kart, és hideg zuhany, és akkor nyomban fölkelsz. Jó? Jó, köszönöm. Helyes. Annyira kíméletes vagyok, hogy nem ismerek magamra. Egyéb kérdés? Amikor meghalok, és a lelkem valahova kerül, akkor ez a lélek, ha újra születik, akkor ez... Ismét tűzoltó lesz, ismét katona, és vadakat terelő juhász. Vagy nem. És ha attól igen, függ, mit viszel nem. Magadda? Mit szeretnél? Legyél tűzoltó a következő életedbe is? És a kérdés még az volna, hogy egyáltalán ez valóban működő dolog, vagy csak ez egy föltételezés? Hát ez nem hipotézis. Működik. Ez így, ahogy van, nem működik. Nem, hogy feltételezés, én biztosan tudom. Ez csak az elmének egy ilyen kis ábrándja. Igen. Jó. Ennyi. Csak ennyi? Nem elég? Ugye, hogy nem? Ugye, hogy kell az igazság? Ugye, hogy nem én fogom megmondani? Tehát te vagy annyira makacs, annyira céltudatos, és annyira kitartó, hogy te ennek a végére jársz. Ugye? Nem tudom. Na, a nem tudom a legjobb. Itt azért veteránról van szó, azért lehet vele egy kicsikét így élcelődni. A lényeg az, hogy nem kell a reinkarnációban hinni ahhoz, hogy te zen buddhista legyél. Csak most ezt a tudatot pucolt ki, és mondjuk hasonlítsd össze a 10 évvel ezelőtti önmagaddal, 20 évvel ezelőtti önmagaddal, 30 év, 40, 50, 60, ha egyetlen emlékszel, hogy te akkor ki voltál, és még mindig bőven egy testben vagy, de ez a lélek, ez már akkor átváltozott te. Ez valami eszméletlen. Na, következő testben folytatod, egy hatalmas nagy üvöltéssel ugye nyisz, megszületünk, és utána pedig azt az elképesztő tudatvesztést, ami a születés folyamata, ledolgozzuk, és újra éberek leszünk, és szobatiszták, és újra ráébredünk a karmánkra, és újra folytatjuk ott, ahol abba hagytuk, környezetünk, apuka és anyuka, óvó és féltő szeretete által. Na, azért, ha ezt megnézed, hogy mikorra tudatosodunk, tudatos vagyok, kukac, nagyon fontos, na, innentől kezdve felelősségünk van, hogy ebből az inkarnációból a maximumot hozzuk ki. És ne azért éte sokáig, mert az olyan divatos. Nem a legjobb dolog csak úgy belemenni a 70-80-90-be, hogy semmi értelmét nem látod, csak félsz meghalni. És tudod, hogy egyre közelebb van. Annak van értelme, hogy üveghangra kihúzatni ezt az inkarnációt, hogy minél tisztább tudatállapotot éri el, minél jobb minőségeket fejlesz ki, minél inkább bíz abban, hogyha van következő élet, ki tudja, lehet, hogy rólad leveszi a villástargonca ezt a terhet, és nem kell. Akkor is mit tanítasz a környezetednek? Azt tanítod, hogy mindegy? Vagy azt tanítod, hogy van miért küzdeni, van kivé válni, van hova fejlődni. Úgyhogy ez már nem pusztán filozófia, mint ahogy a zen sosem az, hanem pedagógia. Mivé neveljük az embereket? Ugye? Köszönöm. Aztán ők majd kitapasztalják azt, amit akarnak. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Én szeretnék kérdezni gyerekneveléssel kapcsolatban. Nem értek hozzá. Akkor olyan konfliktus, tehát hogy konfliktus van a férjemmel köztem, az elveinkkel kapcsolatban. Tehát hogy sokszor ütközünk, mert én egy kicsit keretet adnék dolgoknak, ő pedig ez a no limit elven van, illetve azon, hogy mikor legyen zabolátlan egy gyerek, hanem piciként. Tehát, hogy nem. Tehát ő sokkal lazább, mint én. És nincs kompromisszum, tehát nem találjuk sok esetben is. Játszik a férjed valamilyen hangszeren? Nem. Akkor is egy gitárt meg kéne neki mutatni,
és leütni, megpendíteni egy akkordot rajta, amikor pont olyan feszesek a húrok, ami ennek kell. Aztán kilazítani az egészet, tessék itt a lazasság, és nem lehet rajta játszani. Persze ő megteheti azt, hogy addig feszíti a húrt, így kicsit ellenpéldaként, amíg el nem pattan, de te azt mondod, hogy nem a feszültséget, vagy a túl szoros rendet keresed, hanem azt a harmóniát, ami mondjuk egy szervezett, világos életvitelben benne van. És az utolsó ütőkártya az az, hogy a gyerek a fontos, nem az, hogy te mit gondolsz, vagy én mit gondolok. Mi kell a gyereknek ahhoz, hogy érett, világos, helyes úton járó felnőtt legyen belőle? Tehát nagyon jó kell látni a gyermeket ahhoz, és félretenni a belső véleményalkotást, hogy ne ideológiák harca legyen a gyereknevelés, hanem pontosan azt kapja a gyerek apától és anyától is, amire szüksége van. Ez hatalmas alázat kell. Hatalmas odafordulás és együttérzés kell. Mert az, hogy én tudom, meg én jobban tudom, ez itt katasztrófa. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudod ezt a véleményalkotást megszüntetni. És a legelső példa az a gyerek szenvedése. Tehát már nagyon fiatalon megmutatkozik a szoptatós kortól, hogyha ugye 3 óránként, vagy csak úgy szabadon. És akkor mit csinál a szülőkkel a gyerek? Tehát mi van akkor, ha rendszert tapasztal, és mi van akkor, amikor csak káoszt vagy rendszertelenséget? És ha ez nem megy, akkor meg kell mondani az apjának, hogy ha a te gondolkodásod az egész világban érvényes lenne, hogy működne ez a világ? Tehát fel kell nagyítani. Oké? És a gyerek a fontos, nem pedig az, hogy ki mit tart jónak vagy rossznak. Hihetetlen érzékeny a lélek, és be fogja mutatni az ok és okozat működését. És hogyha szenved a gyerek, azon nyomban meg kell állapítani, hogy mitől. És egy lépést hátra, és el kell ismerni, nem volt igazam, rosszul gondoltam. A gyerek most megtanította nekem, hogy mi a helyes. Ha ezt nem veszi tudomásul, akkor még több szenvedés lesz. És akkor fel kell tenni a kérdést, hogy te mit akarsz? Azt akarod, hogy a gyerek szenvedjen? Azt akarod, hogy félre nevelve legyen? És a szenvedés a legjobb tanító, csak Uramisten, mennyit kell egy gyereknek szenvedni, mire a szülő belátja, hogy tévedett? Jó? Tessék szembesíteni vele. És akkor működik. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hogyan tudom megkülönböztetni az egót az önvalótól? Nagyon egyszerűen. Ez a reaktív tudat függvénye. Nagyon sok nyugati könyv, de egy nagyon híres könyv is, az egót beletette a szentségbe. Tehát az ego sum via veritas et vita. Hát én vagyok az igazság, az út és az élet. És ez innentől kezdve egy elképesztő kihívás, hogy ezt az egoitást hogyan lehet az útról, az igazságról és az életről levakarni. Tehát nagyon világos az, hogy az egoitás az a legduálisabb, legelszigeteltebb, legönzőbb valami, és az önvaló pedig az, ami a teljes egységből azt hiszem, hogy kellő együttérzéssel és bölcsességgel nagyon jól látható, hogy az hogy működik. És a pillanatban való tiszta jelenlét az, ami a helyzet, a kapcsolat és a cselekvés hármasának a működtetése, az a fajta odafordulás, amely a közös lényeget látja, hát ez az önvalónak a helyes tapasztalásán alapszik. Az egoitás ez mindig magát teszi előtérbe, mindig jobban tudja, mindig a másik a hibás. Ez az enkörön a nulla fok. Úgyhogy, ha az egoitás illúziója eloszlik, akkor az önvaló marad. Az önvaló nem tud eloszlani, mert nem jön és nem megy. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, nem keletkezik és nem szűnik meg. Úgyhogy, ha természeti környezetben szeretnéd ezt átélni, akkor nézd meg, hogy az ég és a felhők hogyan viszonyulnak egymáshoz. A felhők azok a személyiség különböző formációi. Az egoitás az, az a viharfelhő, amelyik csak villámlani és dörögni tud. És dühös valakire vagy valamire. Vagy szétáztatja esővel, ez a túlfokozott vágy. Az önvaló pedig az a kék ég, amelyiknek mindegy, hogy hány felhő van rajta és milyenek.
És amikor eloszlanak a felhők, az ég marad. Az ég viszont nem tud eloszlani. Az mindig ott van. Nos, van-e más kérdése bárkinek? Halálközeli élményeknél miért történik az, hogy emberek pillanatok alatt így átélik az egész életüket, és így lepereg előttük az életük? Mi az a folyamat, ami ilyenkor lezajlik? Mi az, ami az időélményt benned alakítja? A tudat? Hát az elme. Az elme. Amikor a lélek leválik az elméről, tehát az agyról, akkor megszűnik az az időélmény, ami a testhez kötött állapotban volt. Aha. Tehát nem jellemző az, hogy háromdimenziós tér és egydimenziós idő, ciklikusan, lineárisan, ahogy éppen felszolgáltad magadnak. Mivel az agyat épp akkor nem használja, ezért a léleknek az időtlensége és elképesztő információgazdagsága ez érvényesül. Mint egy álomban, nem? Mint egy álomban, csak ebből nincs visszatérés és felébredés a testben. Aha. Ez különbözteti meg a halált az álomtól. Nagyon szép. És ilyenkor a tudattalanodnak azokat a rétegeit tapasztalod gyorsított felvételen, amelyeket addig nem láttál, és inkarnálódott állapotban nem tisztítottál meg. Ezek önmagukban létezőknek tűnnek. Aztán pedig beáll az ellenkezője, egy olyan állapot, amelyből úgy tűnik, hogy nincs kiút. Egy időtlenség, egy olyan változtathatatlan állapot, amikor már lefűződtek a tudattalannak a gyors rétegei, vagy gyorsan átszelhető rétegei, és beáll egy olyasféle múlhatatlan helyzet, ahonnan nem látszik a kijárat, nincs kilépés. Na, ez a pokol. Úgyhogy a lélek nagyon sok stáción végigmegy, és semmi más nem tehetsz érdemben, csak a tudatod teljes terét, tehát a tudatos személyiséget és a tudattalant egyaránt megtisztítod, azért, hogy ezek az állapotok minél kevésbé térítsenek le téged az egyenes útról. A Mahajánában van egy viszonyszám, ez nem exakt, hogy 49 napot tölthet itt a lélek a halál után, és aztán mindenképp el kell távoznia. De erről, amikor a nagymestert kérdeztük, akkor azt mondta, hogy az, aki elérte a felébredést, az rögtön megy. Már látja, hogy nincs miért itt maradni, miután kilépett a testből. Addig kell tevékenykedni, amíg testben vagy. Aki pedig nagyon-nagyon fedett illúzióktól terhelt tudattal létezik, na, ő lesz a Skótkastélyban a kísértet. Mert évekig itt marad, évtizedekig keresi az újratestesülés lehetőségét, és persze az a test már nincs meg, de mivel nem hajlandó az újraszületés ösvényén végigmenni, nem vehet föl egy újat. Ahhoz el kéne engedni a földi síkot, végig kellene menni a stációkon, így röviden szólva, és el kéne érkezni az újraszületés kapujához. Az egy emberpárnak az energia kürtője, amely az adott kapun az oda illő, karmikusan oda passzoló lelket lehívja újra, és megszületik. Tehát ne féljünk se az élettől, se a haláltól. Most az a dolgunk, hogy éljünk. Itt vagyunk ebben a testben. Amikor pedig eltávozunk, akkor vegyük tudomásul, hogy ebbe az inkarnációba ennyi fért viszontlátásra. Tudatunk tisztességének a mértékében tapasztaljuk a köztes létfázisait. És hogyha tiszta a tudatod, akkor mindaz a mozi, amit te vársz, az nem lesz. Mert már meditációban láttad, már meditációban kitisztítottad, már leválasztottál róla, már nem azonosulsz vele, már nem adsz neki energiát, és ezért kiment belőled. Ha még azonosulsz vele, ha még ez te vagy, vagy félsz tőle, és ez nem én vagyok, pozitív vagy negatív polaritással, bármiféle azonosulást, ha eltárolsz a tudattalamban, az szépen ki fog jönni akkor, amikor a testet elhagyod, és nagyon valóságosnak tűnnek. Pedig csak a saját tudatod kivetülései. És hogyha akkor nem találod meg az utat, akkor el lehet tévedni a bardóban sokáig.
Úgyhogy én azt kívánom, hogy találjuk meg az egyenes utat, ébredjünk föl ebben a testben igazi önvalónkra, tisztítsuk meg azt a karmát, amit magunkkal hoztunk, hogy egy következő inkarnáció már jobban sikerüljön. Erre az engyakorlat és más advaita vagy nem kettősség alapú gyakorlatok nagyon jó eszközként szolgálhatnak. Remélem, hogy együtt fogunk gyakorolni, elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!